És ezt kérem képviselő úrtól is, hogyha ha már nem olyan indulatból kezeli ezt a kérdést, hogy ezt gondolja végig, ezt államtitkár úrnak még itt volt, mondtam, hogy ezzel kezdjünk valamit, mert akármilyen többségi kormány se tud törvényeket felülírni azzal, hogy kiad egy közleményt, hogy senkinek semmi retorzió nem származik abból, hogyha június 30 helyett szeptemberre fizet be egy fizetési kötelezettséget. Egy probléma van vele, hogy ezeket az ügyeket az Európai Unió is figyeli, és azzal is egyeztetni kell. Ezért kérem én azt, hogy ahogy ezt sikerült összehozni, akkor próbáljuk meg abba is valami hasonló eredményt elérni. Higgyék el, hogy tudunk abba is segíteni, hogyha erre igény van. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Következő hozzászóló Zakó László képviselő úr, Jobbik 15 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint 3 órája nyomtam gombot, de türelmes ember vagyok, kivártam a soromat. Tisztelt képviselőtársaim! A Sport és Turisztikai Bizottságon belül jó magam is az ellenzékkel együtt általános vitára alkalmasnak tartottuk a törvényjavaslatot, viszont ez nem jelenti azt, hogy ne legyen hozzá kritikai észrevételünk. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindenféleképpen szeretnénk támogatni ezt a törvényjavaslatot, viszont kérem a beterjesztőket, hogy jó szándékkal vegyék az észrevételeinket, mert van ebből egy-kettő. Magamról csak annyit, hogy a magyar gyógyfürdőparadicsom hazájából, Zala megyéből érkeztem. Jó magam is a alakuló ülés napjáig egy szép zalai fürdőnek voltam a helyettes vezetője, és amit elmondok, azt részint az ott szerzett tapasztalatok alapján mondom. Miután nagyon sok felvetett, már eddig is elhangzott problémával ott is szembesültem. A komoly autógyárak, drága autómodelljeik esetében a biztonságtechnika, illetve a feltörés elleni védelem képítése során profi bűnözőket keresnek meg, és kérik az adott típus mihamarabbi feltörését vagy felnyitását, annak a technikáját ellesve, a trükköket kifigyelve. Így tudják az autógyártók az adott modell vagyonbiztonságát a lehető legmagasabb szintre emelni, hogy azokkal vizsgáltatják meg az adott védelmi szintet, akik pont abból élnek, hogy az ilyen típusú autókat ellopják. Szerintem az előterjesztőknek is jó lett volna, ha a legtrükkösebb foglalkoztatókat megkeresik adott esetben, hogy milyen kis kapukat találnak a beterjesztett javaslatban, mert elég jól tudnák hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyek akik ezeket a kiskapukat állandóan megtalálják. Gyakorlatilag több olyan pontja van a törvényjavaslatnak, amely mindenképpen változtatás után kiállt, mert jelenlegi formájában azoknak adunk megint tágteret, akik eddig is az ügyeskedésből éltek. Itt az előterjesztők bizalmat kértek a képviselőtársaktól, az ellenzéktől, hogy adjuk meg a bizalmat a törvényjavaslathoz, támogassuk, viszont azt kell mondjam, hogy közöttünk élnek még mindazok a hőre szintelenné váló vegytintát használó munkáltatók, akik a közteherjegyeket a legtrükkösebb módon tudták leáztatni a alkalmi munkavállalói könyvből. Hát az ő leszerelésükre mondjuk közülük kellene olyan jelöltet találni, aki ezekre rávilágít. Az egyszerűsített munkaszerződés bizonyos szinten létbizonytalanságot jelent a foglalkoztatottaknak, akik határozott, vagy főleg akik határozatlan munkaszerződés keretén belül végzik munkájukat, azoknak van egyfajta létbiztonságuk. A határozatlan munkaszerződésben foglalkoztatottaknak van egy átmeneti időszak, a próbaidő, ami alatt még izgulhatnak, mert a munkaszerződések értelmében, vagy a munkatörvénykönyvének értelmében indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja a munkaszerződést. A próbaidő letelte után ez a, mondjuk úgy, hogy félelem megszűnhet, utána már csak a munkavégzéssel való, vagy munkavégzés során tapasztalt kifogások miatt, vagy munkaszerződés értése miatt lehet a munkáltatónak felmondani. Most
A helyzet a következő. A törvényjavaslatban rögzített munkanapok száma véleményem szerint is növelhető, de még inkább növelném azoknak a foglalkoztatottaknak a számát, amely a törvényjavaslat értelmében adott esetben 2 főt, vagy 4 főt, illetve 20%-ot határoz meg a fixen foglalkoztatottak munka számának függvényében. Ha 2 emberről beszélünk éves statisztikai szám alapján, akkor az mondjuk 12 embert jelent egy hónapos szezonális munkára. Elég sok olyan mezőgazdasági munkát tudok én magam is elképzelni, aki nem vagyok mezőgazdaságban szakember, ahol az a 12 ember egy hónapon keresztül kevésnek bizonyul az adott munka elvégzésére. Én úgy gondolom, hogy a makói hagymatermesztők tudnának mesélni arról a 40-50 emberről, akiket pajtába bezsúfolva napi 16 órában foglalkoztatnak, és gyakorlatilag az ő foglalkoztatásukkal is az a helyzet állhat elő, hogy lehetetlen lesz a törvényben szabályozott keretek között a bejelentésük a hatóságok felé. Vegyük sorban a paragrafusok szerint az észrevételeinket. Legnagyobb problémám az, hogy az építőipar kimaradt a kedvezményezetti körből. Ezt tegnap a bizottságülésen is szóvá tettem. Támogatjuk a mezőgazdaságot, támogatjuk a turizmust is, viszont az építőipar legalább akkora húzóágazat, vagy annak kellene, hogy legyen, mint a turizmus, mezőgazdaság. Ezek egymáshoz mérése nem is szerencsés dolog, mert bármilyen aspektusból vizsgáljuk, más és más prioritást élvez a 3 szakterület. A városban élő cigányság, munkanélküli cigányság foglalkoztatására ideális lehetne, ha kiterjesztenénk a törvény hatáját a szezonális munkavégzés keretén belül az építőiparra. Az alkalmi munkavállalásnál vannak heti, havi, éves olyan korlátok, amelyek szűkebbek, szorosabbak, mint a szezonális foglalkoztatás esetén, illetve a napi közteher mértéke is 2-szerese a szezonálisnak. Mindenképpen megfontolásra javaslom az előterjesztőknek, tisztelt előterjesztőknek, hogy az építőipart is vegyék be a sorba. Nem tudom, és erre majd várnám a válaszukat, hogy mi volt az akadálya az építőipar ilyetén történt most a kezelésének, mert óriási tömegeket tudna felszívni az építőipar, főleg akkor, hogyha ilyen kedvezményben részesülhetnének. A bejelentési kötelezettség mikéntjéről szeretnék még szólni. A 3. paragrafus szerint az a munkavállaló, aki kéri a munkaszerződés megkötését, azzal munkaszerződést kell kötni, ilyetén módon papír alapon kell bejelenteni az ő foglalkoztatását. Többen, inkább azt mondom, hogy sokan feszegették már azt a kérdést, hogy papír alapú bevallás esetén a tárgyhót követő hó 12-éig kell postai úton eljutatni ezt a munkaszerződést. Hát engedjék meg, hogy bár alkatomnál fogva nekem ez nehéz, de mégis beleélem magam a trükkös foglalkoztatók lényébe, és én azt mondom, hogy nem sok akadályát látom annak, hogy egy adott napi papíralapú munkaszerződés megkötése után, a nap elteltével konstatálva, hogy ellenőrzés nem érkezett, semmi se tegyék ezeket a munkaszerződéseket, és napról napra, hétről hétre az időben előre haladva eltüntessük az ilyen munkaszerződéseket. Font Sándor képviselő úr tegnap erre a kérdésemre azt a választ adta, hogy szigorú számadású nyomtatványokon történik majd ez a munkaszerződés megkötése. Hát erre is azt mondom, hogy lesz egy publikus tömb, meg egy nem publikus tömb. Erre a eshetőségre mondtam az elején azt, hogy nem ártott volna érintettek körében tanácsot kérni. Az észrevételeinket folytatva szeretném
jelezni azt is, hogy szintén korlátozó tényezőként lehet bevéve, hogy csak mezőgazdasági idénymunkára alkalmazható harmadik országbeli állampolgár. Nem tudom, hogy mi a különbség mondjuk egy krumpliszedés, hagymaszedés és egy építőiparban gyakori culágerkedés között. Miért korlátoztuk a harmadik országbeli állampolgárt ebbéli lehetőségeiben? Nem ennek a törvényjavaslatnak lenne tárgya, de én azért valahogy a magyar munkavállalók elsőbségét valamilyen szinten deklaráltam volna. Az, hogy még több rendelet fog készülni, vagy készül majd a törvény mellé, és azok keretein belül szabályoznak bizonyos kérdéseket, ezt el tudom fogadni, de jó lenne együtt látni a törvényt és a végrehajtási rendeletet, mert így lenne egész a történet. Szintén nem tudom, hogy a munkáltató milyen módon győződik meg a munkavállaló munkára való alkalmasságáról. Az annál elég, az annál komolyabb feladat, mint sem, hogy reggel a harmatos határba ránézünk valakire, és azt mondjuk, hogy te alkalmas vagy. Elég komoly kockázatot hordoz magában munkáltatóra nézve is, nem beszélve a munkavállaló egészségére nézve, hogyha a adott munkakört egészségileg nem tudja betölteni a munkavállaló. Az, hogy ilyen kedvezményes közteher mértéket alapítottunk meg, ez a munkáltatónak mindenképpen előny. Ennek örülünk. Viszont szintén nem ide tartozik szorosan, de azért megkérdezem, hogy az adott mezőgazdasági termék árában ez fog-e érvényesülni? Szerintem nem fog, mert a felvásárlók nagy ívbe tesznek majd arra, hogy mennyi pénzből hozta ki azt a adott vagon, teherautónyi terményt a vállalkozó. A boltok polcain mi ettől függetlenül csak zárójelben jegyzem meg, nagy vagy bármilyen árcsökkenést ne várjunk. A turizmus szezonalitásáról szeretnék még szót ejteni. Nem egyértelmű az, hogy ha nyár, jó idő, nagy hőmérséklet, akkor főszezon van, és ez szezonnak számít a idegenforgalomban. A turizmusban heti szezonok vannak, amik a hétvégéket jelentik, sőt, szezonnak számít minden iskolaszünet, a jó idő is. Sőt, a hónap elejét is szezonnak lehet nevezni, egyszerűen mai magyar családi jövedelmi helyzetek mellett nem lehet nem észrevenni, hogy a hónap elején, egy hétvégén többen vannak adott esetben egy gyógy- és élményfürdőben, mint egy ugyanolyan hőmérséklet, ugyanolyan napsütéses napon a hónap végén. A szezonalitást nem tudom, hogy a hatóság emberei fogják-e vizsgálni, vagy milyen szempontrendszer szerint fogják vizsgálni. Tudnélik, egy átlagember számára szinte követhetetlen, hogy milyen heti, havi napszak vagy évszak számít adott esetben ebben a szektorban főszezonnak. Ami alapján az akkori foglalkoztatottakat kedvezményes körülmények között foglalkoztathatjuk. A másik észrevétel, hogy a munkanapokban határozza meg az előterjesztő a munkaegységet, és nem órában. Gyakorlatilag zöld folyosót biztosítunk a munkáltatónak ahhoz, hogy az általa foglalkoztatottakat napi 16 órában dolgoztassák. Erre amúgy a rendes munkaszerződés keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében is van lehetőség, sőt a vasárnapi munkavégzésre is. Havonta egyetlen egy vasárnapot kell adni, tehát az nem volt fő szempont, hogy a gyümölcs vasárnap is érik, amúgy azt be lehetne takarítatni más típusú szerződésben foglalkoztatottakkal is. Nagyon érzik ez a tűzoltás jelleg, amit Babák képviselőtársa mondott, de ez egy olyan tűzoltó jellegű munkának érződik, amikor egy tényleg oltásra váló tüzet úgy oltottunk el, hogy elúsztattunk vele mindent, és adott esetben nem biztos,